Tihanyi Bence és Apátság szerzetes közössége nevében szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket. 在蒂哈尼班赞，受到院社区的这个名下，我感谢大家的到来，女士们、先生们，今天下午好。 Szamodi Zsolt, Olaf Balogh Rudolf Díjas fotóművész úr, kínai témájú látványos szép fotókiállításának a megnyitójára gyűltünk össze. 今天我们在此相聚，是参加Szamodi Zsolt Olaf摄影艺术家强与幕背后的中国的摄影展的开幕式。我们在此开这个摄影展。 A fal és függöny mögött Kína című fotókiállítás egyúttal megemlékezés a Kína és a Magyarország közötti diplomáciai kapcsolatok felvételének 70. évfordulójáról. 强与幕背后的中国摄影展在此也是为了纪念中匈建交70周年这一历史意义的时刻。 Kérem a kedves vendégeinket, kínai és magyar barátainkat, hogy érezzék magukat ezen a szent helyen otthon, és felkérem Mihály Jeromos Perjel urat, a Tihanyi Bence és Apátság vezetőjét, hogy köszöntse az ünnepséget és a kiállítást. 希望各位来宾、中国和匈牙利的朋友们，你们可以非常享受今天的活动。接下来我们有请，比拉纳特，Mihály Jeromos Perjel修道院院长先生给我们做开幕致辞。 Igen tisztelt Szamodi Zsolt művész úr, milyen tisztelt Magyar Levente, külgazdasági és külügyminiszter helyettes úr. 尊敬的Szamodi Zsolt Olaf摄影艺术家，尊敬的匈牙Magyar Levente外交和对外贸易部副部长秘书。 Igen tisztelt Wang Cheng úr, a Kínai Népköztársaság nagykövetségének kulturális és oktatási tanácsosa. 尊敬的王真先生，中国驻匈牙利大使馆文化与教育部的参赞。 Tisztelt Fajcsák Györgyi asszony, a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeum igazgatója. 尊敬的Fajcsák Györgyi女士，东亚博物馆的馆长。 Igen tisztelt Wei Xian úr, a WINK Nemzetközi Kulturális Művészeti és Sportegyesület elnöke. 尊敬的魏翔先生，是维克国际文化与艺术以及体育协会的主席。 Mindannyian kedves vendégeink, kínai barátaink és magyar barátaink. 欢迎各位来宾，各位匈牙利和中国的朋友们。 A művészet létéből fakadóan nemesítő hatással van az emberre. A művészet teremti meg azokat a szellemi kapcsolatokat, melyek közösségé teszik az emberiséget, mondja Andrej Tarkovszky, a híres filmrendező. 艺术在本质上是对人有精神层面上的提升。艺术可以创造那些精神上的关联，让人类社会的社区形成。 引用 Andrej Tarkovszky 著名电影导演的一句话。 A Tihanyi Bence és Apátság minden időben küldetésének tekinti, hogy olyan szellemi és kulturális értékeket mutassunk be, olyan bemutatóknak adjunk helyet, amelyek távlatokat nyitnak az emberi élet horizontján és közösséget építenek. 蒂哈尼班在修道院一直认为，创造展示精神上和文化上的价值，是一种给人的生命带来新的视觉，可以促进社会形成社会社区的形成。这是修道院一直以来尊崇的使命。 Szamodi Zsolt Olaf fotóművész, fal és függöny mögött című Tihanyi kiállítása kapcsolatot épít két gazdag történelmi hagyománnyal rendelkező ország között, kapcsolatot épít továbbá a kiállítást megtekintő több ezer látogató és a számunkra misztikus, izgalmas és példaértékű kínai kultúra között.
Samodizsot Olaf, Söjjén-Izsúgyá-de-Csáng-Ű-Mú-Bó-Hé-de-Csong-Gó, Tihán-Gyú-Sin-de-Csé-Csi-Csi-Csán-Lán. Wo-Men-Si-Wang, Tá-Ké-Í-Zá-Lián-Gé-Lí-Sí-Jó-Gyó-Jó-Jó-Chuán-Tóng-Wen-Hua-De-Gó-Gyá-Chí-Gyán-Chuán-Zá-Lián-Gyé, Bín-Qié-Ké-Í-Zá-Gyí-Gyán-Kán-Lán-Gyán-Lán-Gyán-Lán-Gy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 án
然后有示范型的中国文化之间也创造连接。 Nagy öröm számunkra, hogy ebben az évben, amikor a Kína és a Magyarország közötti diplomáciai kapcsolatok felvételének 70. évfordulóját ünnepeljük, itt, a Tihanyi apátságban, a Balaton szívében bemutathatjuk önöknek és az ide látogatóknak, hogy is látja egy magyar fotóművész a számunkra talán távoli, de mégis sokak érdeklődését és kíváncsiságát felkeltő kínai mindennapokat. 我们很高兴在这个重要时刻，在中修建交70周年的庆典上，在蒂哈尼修道院，在巴拉顿镇中心，我们可以向各位来宾、向参观参加展览的这些访客展示匈牙利的一位摄影艺术家。 怎么样看待一个远东的文化，可以是很多，可以带来很多感兴趣或好奇的一些中国的日常生活。 Mi magyarok érdeklődünk a hatalmas kínai nép iránt, mert gazdag történelmi múltja, nagysága, fejlődése és titokzatossága csodálattal tölt el bennünket. 我们匈牙利人民对庞大的中国也是一直非常感兴趣的，因为它的悠久历史，因为它的庞大，因为它的迅速发展，因为它的神秘性，都让我们感到很惊叹。Mi a Tihanyi Bencés apátság közössége úgy tapasztaljuk, hogy egyre nagyobb érdeklődés övezi a gazdag magyar kultúrát, a csodálatos környezeti adottságainkat a kínai nép részéről. Nyaranta Tihanyban nincs nap, hogy legalább néhány érdeklődő kínai csoporttal ne találkoznánk. 我们作为蒂哈尼班茨修道院的社区，也亲身体会到中国人对匈牙利丰富的文化、匈牙利美好的环境，也是日益更有兴趣来参观。每年夏天的时候，基本上每天我们都会接待一些中国游客来参观蒂哈尼班茨修道院。 Kedves barátaink, köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki támogatta, hogy ez a kiállítás létrejöjjön. Köszönet illeti a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetségét, Magyarország kormányát, külgazdasági és külügyminisztériumot, kínai és magyar barátainkat egyaránt. 亲爱的朋友们，我想特别感谢所有那些支持我们，让这次摄影展可以成功举行的朋友们。 特别感谢匈牙利，驻匈牙利，中国大使馆驻匈牙利，特别感谢匈牙利政府，也特别感谢我们中国和匈牙利的朋友们。 Bencés közösségünk nevében kívánom mindenkinek, hogy a ma megnyíló kiállításunk legyen a kínai nép és a magyar nemzet közti egyre elmélyülő kapcsolatok egyik építő köve. Köszönöm, hogy meghallgattak. 我们社区特别希望今天开幕的展览可以成为中国人民和匈牙利人民之间日益深厚的友谊的一块基石。非常感谢您听了我的致辞。 Felkérem Magyar Levente külgazdasági és külügyminiszter helyettes urat, hogy köszöntse az ünnepséget és a kiállítást. 我们有请 Magyar Levente 先生, 外交部和 对外贸易 先生 给我们致辞. Jó napot kívánok, kedves hölgyeim és uraim! 亲爱的女士们, 先生们! Tisztelt Jaromos atya! 尊敬的院长 先生! Nagy öröm, hogy itt lehetek ma. 很高兴我今天可以来参加这个活动。 Magyarország egyik legszebb és leghíresebb templomában.
这是匈牙利最美、最有名的一个修道院。 Azt kérdeztem Jaromos atyától, amikor jöttünk be az épületbe, hogy miként van az, hogy egy ilyen helyen kerül megrendezésre egy fotókiállítás. 我进来的时候正好在问修道院院长为什么在这个地方会举办一个摄影展览。 És azt a választ kaptam, hogy ez természetes, mert a bencés közösséget itt akkora nyitottság jellemzi, hogy ennek semmi akadálya nincs. 他回答的说，这是自然而然的，因为修道院的社区本来就是一个很开放性的群体，这样的一个展览是完全可以进行的。 Mégis az emberben óhatatlanul megfogalmazódik a kérdés, hogy mi lehet a kapocs a profán, a világi és az égi, a magasztos között. 但是大家心里可能还是会有一个疑问，什么是连接一个神圣宗教性的建筑和一个世界性或日常性的一个活动之间，什么样的一个枢纽？ Hogy kerül ide egy fotókiállítás? 为什么会在这里举办一个摄影展？ Jó helyen van-e itt? 它是否应该在这里举行？ És a válasz talán az, legalábbis az én válaszom, hogy mindenben meg lehet találni a magyarázatot és a szépséget. 我觉得至少我觉得是这样的一个回答，是任何事物当中都可以找到它的意义。 És ez jelen esetben talán az lehet, legalábbis az egyik értelmezés, hogy a népek és a kultúrák barátsága az egy Istennek tetsző dolog kell, hogy legyen. 在我们现在这个情况下，至少我是这么认为的。人民族和文化的一个传承，是上帝的一个上帝也希望看到的一个旨意。 Hiszen sokszor elfelejtjük azt a rohanó mindennapokban, a rohanó, főleg gazdasági fókuszú kapcsolatépítésben, például kínai barátainkkal, hogy mindannyian Isten ugyanilyen értékű gyermekei vagyunk, noha néha nagyon különbözőek egymástól. 在每天忙碌的生活当中，尤其是在考虑这些经济和贸易关系当中，我们跟中国这些朋友们一样，我们有时候也会忘记，我们其实就是一些好朋友，我们都是上帝的子民。 És hogyha megismerjük egymást, hogyha megismerjük az arc mögötti mélységet, akkor az biztosan egy békét és nemes célokat szolgáló építkezés irányába hat. 如果我们能真正认识大家，认识每个面孔背后的真正的灵魂，我认为可以对我们的关系带来更多的和平，带来更多精神上的提升。 Ahogyan említettem, Kínával főleg politikai, diplomáciai, gazdasági téren folyik egy nagyon intenzív építkezés. 就像我说的，我们跟中国现在目前是外交、经济和政治上有不同程度的这一个合作。 És ennek a kapcsolatnak a humán, az emberi, az érzelmi, a kulturális része az nagyon sokszor sajnos háttérbe szorul, mert annyi látszólag fontosabb dologgal foglalkozunk a mindennapokban. 这个关系当中，我认为像人文、精神方面的这些累积，有的时候并没有得到关注，因为其他的问题那么多，所以这些事情就没有那么重要了，可能。 De mi hosszú távra tervezünk, és hosszú távon nem lehet csak pénzre és érdekekre építeni. Be kell hozni bizony az emberi, a baráti, a kulturális tényezőt. 但是我们是想建立一个长期的关系，长期的关系不应该建立在金钱和利益上，而是更应该关注人类作为一个人类整体，我们的朋友作为这样的一个关系，我们更应该关注这方面的发展。 Kínai több ezer éves birodalom, Magyarország is van vagy jó ezer éves, tehát minden okunk megvan arra, hogy hosszú távra tervezzünk közösen. 中国是一个有几千年历史的国家，匈牙利也是一样，将有1000多年的历史，所以我们可以考虑建立一个比较长的关系。 A mai alkalom egy kis építőkocka, egy tégla lehet ennek a közös jövőnek az építésében, ezért köszönet mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy itt lehessünk ma. 今天的活动的话，我觉得是一个漫长的这个累积的一块小基石，所以我也很感谢大家今天来参加这个活动。 Köszönöm szépen. 感谢大家。 Felkérem Wang Zheng urat, a Kínai Népköztársaság nagykövetségének kulturális és oktatási tanácsosát, hogy mondja el köszöntő beszédét. 接下来有请王征先生，中华人民共和国驻匈牙利大使馆的文化和教育参赞，给我们致辞。 在这阳光明媚的日子，我们来到美丽的巴拉顿湖畔，与大家共同为中匈建交70周年图片展进行开幕。
Ezen a napfényes, gyönyörű délutáni órában itt gyűjtünk össze a gyönyörű Balatontó partján, és szeretném megnézni ezt az együtt ezt a fotókiállítást, amely Kína és Magyarország közötti diplomáciai kapcsolatfelvételének 70. évfordulója megünneplése alkalmából került megrendezése. 首先我代表中国驻匈牙利大使馆向匈牙利外交经济部以及咱们的这次图片展的承办方和主办方 以及为中匈友好做出不懈努力的各界友好人士，致以崇高的敬意和衷心的感谢。 Először szeretném a Kínai Népköztársaság nagykövetség nevében megköszönni, tiszteletet adni a külgazdaság és külügyminisztériumnak, a kiállítás főszponzor és főszervezőnek, illetve az összes támogatóinknak, akik a magyar-kínai kapcsolatot segítik, folyamatosan támogatják. 70年间弹指一挥间 但是无论国际社会是怎么风云变幻，中匈两国的两国关系始终保持友好关系。 70 év pillanatok alatt elrepült, de bármennyire is változott a nemzetközi közösség helyzete, kínai magyar nép között végig megmaradt az együtt ez a baráti kapcsolat. 70年前，匈牙利是最早承认新中国成立的国家之一。两国关系发展至今可以说是经受住了风雨的考验，始终健康稳定的发展。 70 évvel ezelőtt Magyarország azok egyike volt azoknak, akik először elismerték az új Kína megalapítását. A két ország kapcsolata mondhatjuk, hogy elég sok megpróbáltatást átélt, de folyamatos maradt és egészségesen tudott növekedni. 2017年，中匈宣布建立全面战略伙伴关系。 2019年的4月，匈牙利总理欧尔班去北京出席第二次“一带一路”的峰会。 在上周全国人大常委会栗战书委员长成功访问了匈牙利。 2017-ben bejelentettük a magyar-kínai átfogó stratégiai partner kapcsolat építését. 2019 áprilisában Orbán Viktor miniszterelnök második alkalommal is vett részt az Egy Övezet, Egy Út csúcsfórumon Pekingben, és múlt héten Li Zhenshu, a kínai országos népgyűlés állandó bizottság vezetője is meglátogatta Magyarországot. 两国高层频繁互访，为中匈关系打下了坚实的基础和提供了强大的动力。近70年来，两国政治互信逐步加深，务实合作稳步推进。 人文交流亮点纷呈，可以说目前是中匈两国关系最好的阶段。 A kínai felsővezető közötti gyakori kölcsönös látogatása a kapcsolatnak szilárd alapot és erőteljes motivációt adott. Az elmúlt 70 évben a két ország kölcsönös politikai bizalma fokozatosan mélyült, együttműködései folyamatosan előharadtak, humán területeken is rengeteg fényponttal ticsekedhettünk eseményekkel. Kijelenthetjük, hogy jelenleg magyar-kínai kapcsolat elérte a történelmi legmagasabb szintet. 就像我们匈牙利外交经济部的国务秘书毛叫 Lavender 先生所说，中匈两国虽然相距遥远，但是两国都拥有悠久的历史和灿烂的文化。 Ahogy Magyar Levente úr is említette, bár nagyon távol áll a két ország, de Kína és Magyar ugyanúgy hosszú történelmel és gyönyörű kultúrával büszkélkedhetünk. 我在匈牙利生活多年，我听到许多的匈牙利的历史学家跟我说，他们我们匈牙利人是来自于东方的民族，所以感觉中匈两国都感受到两国人民有这种天然的亲近感。 Több éve élek itt Magyarországon, és számos történésztől hallom azt, hogy magyarok igazániból keletről jövő népnek is nevezik magukat, így úgy érzem, mindenki átérezheti a két ország közötti természetes közeliséget. 著名诗人裴多菲、音乐家李斯特在我上小学的时候就被广为知晓，中华文化同样在匈牙利也大受欢迎。 目前在匈牙利总共有5所孔子学院，在布达佩斯的15区，还有全欧洲唯一的一所中匈双语学校。
olyan híres emberek, mint Petőfi Sándor költő, híres zenész Liszt Ferenc, ők már diákkoromban széles körben ismert emberek Kínában is. És úgy érzem, hogy kínai kultúra Magyarországon is eléggé népszerű. Jelenleg 5 Konfucius intézet van Magyarországon, és Budapesten, 15. kerületben található az Európában, egész Európában egyedülálló magyar-kínai kittanyelvű iskola. 目前匈牙利有许多众多的汉学家和学习汉语的普通民众，每年举办的欢乐春节和中国生肖邮票发行仪式的影响也在日渐扩大。 Úgy tudom, hogy Magyarországon van a legtöbb sinológus, és rengeteg tanuló van, aki magyar nyelvet tanul. Minden évben a megrendezett Holdúj Fesztivál, illetve a kínai horoszkóp bélyek kiadáshoz hasonló rendezvények, ezek egyre nagyobb befolyással bírnak. 2018年据我们统计，来自于中国的这个到匈牙利的游客一共是 25.6万，同比增长了11.06%。 Statisztika szerint 2018-ban Magyarországot meglátogató kínai turisták száma elérte 256 000-et, éves szinten 11,6% növekedéssel. 据我所知，在下周我们还将举办那个中匈的第二条直航的航线的开通仪式。 És úgy tudom, hogy jövő héten hivatalosan meg fogjuk nyitni a második magyar-kínai közvetlen repülőjáratot is. 今天我们再次举办中国图片展，同样是希望，就是通过这个通过这图片，让匈牙广大的匈牙利民众能够了解中国的文化。 Ezzel a mai kiállítással úgy szeretnénk, hogy egy bepillantást adni a látogatóknak, hogy mennyire változott meg Kína az elmúlt 70 évben. 希望通过这摄影家的视角，让大家了解到中国70年来的发展和变迁。 Szeretnénk a fotós nézőpontjából bemutatni a 70 év fejlődési utat. 今天的图片展的这个摄影展的题目叫墙与幕后的中国。 A mai fotókiállítás neve ugye vár fal és függő mögött Kína. 中国的万里长城以前是抵御外族侵略的防御工事，但今天已经变成了向世界展示中华民族和平发展的雄心壮志。 Kínai nagyfal eredetileg azért épül, hogy megvédjen a Kínát északi nomád törzsek támadásoktól, de mai napra megváltozott a jelentése. Ezzel szeretném bemutatni a világnak, hogy béke fejlődéssel el fogjuk érni a napszabású törekvéseinket. 同时呢，我们也愿意拉开幕布，拥抱来自世界各地，包括匈牙利的朋友们。我们欢迎大家不仅看到今天的摄影作品。 更欢迎大家有机会乘坐直航去中国，亲身体会到中华的文化。 Ugyanakkor szeretnénk elhúzni ezt a függönyt, szeretnénk átkarolni világ minden tájáról jövő barátainkat, magyar barátainkat. Szeretnénk, hogyha nem csak ezeket a fotókat nézik meg ma a kiállításon, hanem lehetőségük nyílik, akkor meglátogassák el Kínában, és személyesen tapasztalják meg a vendégszeretetünket. 我也非常赞同院长刚才说的，我们愿意同在座的各位同事、各位朋友一起努力，开拓创新，继续为中兴世代友好做出自己的贡献。 És egyetértek a Bencés apácsak Jaromos atyának a mondását, hogy szeretnénk, hogyha úttörő lennénk az innovációban, együtt törekedjünk, együtt támogassuk a magyar-kína generációs barátságot. 最后，预祝摄影展圆满成功，也感谢摄影家们为我们展示精彩的作品。legvégén szeretnék sok sikert kívánni a kiállításnak, illetve szeretném megköszönni a fotóművész urat, hogy ezek a lenyűgöző munkákat mutatja be nekünk. Köszönöm. Köszönjük szépen. Most kínai népi zenét hallunk Gong Xian művész úrtól, Gucheng hangszeren a halászhajó esti hazatérését. 接下来我们将听到古筝独奏，由龚子涵演奏的《渔舟唱晚》，大家欢迎他。Hello everyone, my name is Lina. I'm 11 years old. Now I'm playing a song named 渔舟唱晚, and this instrument for 古筝, you already have 2,000 years. It comes from China. I hope you like it. Thank you.
Köszönjük a fiatal művésznőnek, igazán csodálatos volt a kínai népzene. Köszönjük a fiatal művésznőnek, igazán csodálatos volt a kínai népzene.
Felkérem Fajcsák Györgyit, a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Múzeum igazgató asszonyát, hogy nyissa meg a kiállítást egy szakmai szempontból is. 我们有请法尔查吉尔吉霍普弗兰东亚博物馆的馆长在此正式的给我们的展览开幕。 Perjel atya, miniszterhelyettes úr, tanácsos úr, tisztelt hölgyeim és uraim! 尊敬的院长先生，尊敬的副部长先生，尊敬的来宾女士们、先生们，下午好。 Ha számokban szeretném Szamodi Zsolf Olaf most nyíló kiállításának hátterét megmutatni, akkor azt kellene mondanom, hogy több mint egy évtized alatt megtett 11 kínai utazás és több mint 50 ezer elkészített fotó. 如果我用数字想来表现 Szamodi Zsolt Olaf 先生这次的摄影展的话，那我可以说这次摄影展他花了将近十年的时间在中国收集素材。 Ezek adják a kiállítás alapvetését, s noha a számok nagyon kvantitatív mutatók, a hatalmas fotóanyag és a számos kínai hely bejárása mégis rávilágít arra a törekvésre, ami a mai tárlatot létrehozta. 这些可以作为这次摄影展的一个基础，虽然数字只是一个比较抽象的东西，但是还可以让我们看到有多少的这个工作在中国的话，他去了多少的地方，然后有多少的作品可以展出。 Láttatni és összefoglalni egy fotóművész kínaképét, és egy életmű fontos részeként bemutatni ennek súlypontjait és fotográfiai jelentőségét. 这些作品是展示中国现在的一个面目，也是一个摄影家生命当中非常重要的一个阶段。用这些作品来体现他所经历的、他所看到的。 Kína, vagy ahogy ők maguk nevezik országukat, Csunghuo, azaz a középső birodalom, mindig fontos viszonyítási pont volt. 中国，或者说他们自己认为叫中国，这样的，一直都是一个很重要的国家，一个很重要的文化中心。 Ázsiában mindenképp, hiszen a kontinens keleti felének meghatározó civilizációjaként kisugárzása az összes környező államra kihatott. 尤其是在亚洲，它作为一个最大的、作为中心的国家，周边有非常多的民族，对其他的国家的文化和发展都有非常重要的影响。 Európában a 17. század végétől csodálták és nagyra értékelték civilizációját, a felvilágosodás korában pedig kínai csodaként emlegették. 在欧洲的话，我们是从17世纪开始关注到中国的文化，惊叹于它的神秘性，尤其是在文艺复兴时代之后，我们发现了这颗东方的明珠。 Kétségkívül Kína a távol-keleti művészetek és kultúrák bölcsője, melynek hatását az európai művészettörténészek a görög művészetéhez hasonlították, és így emlékezett meg róla már Ripronai József is egy 1911-ben a budapesti művészházban rendezett keleti kiállítás megnyitásán. 不可否认，中国是亚洲文化的摇篮。可以说，在欧洲的话，我们可以把它比喻为希腊文化的这个国民。 他主要提到的就是另外一个这个东亚博物馆的展览的开幕式上，有一位馆长先生也是这样提到中国的。 Ma pedig kétségkívül minden eddiginél erőteljesebb a Kínára vetülő figyelem. 今天的话，不可否认的是，在对中国的关注，是历史上最高的程度了。 Ebben sokszor persze csak a hihetetlen gyorsasággal végbe menő változásokat szeretnék láttatni, a látványos eredményeket és a modernizálódást akarják felmutatni. 在这些变化当中，很多时候他们只是展示高速运行的这些发展，一些不可置信的数字和投资的这些项目等等，这些可以用数字来衡量的东西。 Pedig egy nagymúltú civilizáció esetében a hagyományok ismerete és a rájuk való támaszkodás biztosíthatja csak a szerves, belülről építkező előrejutást. 我认为一个有悠久历史的民族，有悠久文化的一个国家，需要更多的关注它的文化，关注它的历史，这样才能产生一个长期发展，才能有一个长期
长期有效的这个体现。Aki jelképesen gondolkodik, az szükségszerűen függ a hagyományoktól, írta Kína kultúráját vizsgálva Felvinczi Takács Zoltán a két világháború között. Bocsánat. 那些是用象征的意义在思考的人，一直认为，传统是非常需要的一个元素。这句话是 Felvinczi Takács Zoltán 在两战之间针对中国文化，做了研究之后写的。És ma is érvényes meglátása. Ezért nagyon fontos, hogy folyamatában a múltjához való szerves kapcsolódásban lássuk Kína mai arcát. 他的这句话，我认为今天还是有效的，所以我认为我们不能抛去，发展迅速性同时不能放弃我们悠久的文化。Így ismerjük meg gondolkodásmódját és alkotásait. 他也是用这种方式，我们可以了解到中国的思想、中国的文化。Ezért van jelentősége egy ilyen összegző tárlatnak, hogy a 21. század elején megálljunk, és egy médium, jelen esetben a fotográfiák segítségével végigutazzuk a mai Kínát. Lássuk annak sokszínűségét, és érzékelni tudjuk egy fotóművész lencséjén keresztül változásait, és a változások összefüggéseit. 所以说今天的这个展览有特别的意义，用这么多的作品来感受70年以来中国的发展，中国的历史，让我们能通过摄影家的镜头来看到这样的一个丰富的文化，一个多彩的文化是怎样变化的。Szamodi Zsolt Olaf 2008 óta figyeli és járja ezt a különös és nagyon sokarcú országot。Mondhatjuk nyugodtan kontinenst, hiszen gondoljunk bele, hogy Kína nagyobb, mint Európa. Szamodi Zsolt Olaf, 摄影艺术家, 从2008年开始在中国旅行，在中国拍摄这些作品，可以说中国对我们来说就像一个州一样，因为它整体来说其实已经比欧洲要大了。A tengerpart hatalmas metropoliszai mellett ott futnak a nagy folyamok, a Sárga folyó és a Yangtze, nyugaton pedig ott magaslanak a Himalája vagy Szechuan és Yunnan hegyei. 在海边上的这些大城市，我们可以看到有长江、黄河这样的河流。在东在西边的部分的话，我们可以看到喜马拉雅山和九寨沟这样的一些景色。Ha úgy tekintünk erre a kiállításra, mint Szamodi Zsolt Olaf kínai fotográfiáinak és Kína látásának összefoglalására, akkor nézzünk vissza, és egy nagyobb időkeretben kövessük nyomon, hogy mikor és honnan indult el Magyarországon a Kína fotózás története. 如果我们将这次展览看作是一个中国历史、中国近代历史的一个缩影的话，那我们可能要看得更远一点，看到更久以前的一些事件，看看在匈牙利，中国摄影是从什么时候开始有的。Történetünk a 19. század második feléig nyúlik vissza, amikor az első expedíciók és utazók Kínába érkeztek. 我们可以看到，这个将回到19世纪的第二部分，当第一次有中国的一些历史学家来到匈牙利。1869-ben éppen 150 évvel ezelőtt indult útjára az Osztrák-Magyar Monarchia kelet-ázsiai expedíciója, amely tagjai között tudta Xántus Jánost. 1869年，正好是150年前，在奥匈帝国的东方探险当中，其中有桑图斯亚努斯这些探险的摄影家们，Ennek az expedíciónak hivatalos fotográfusa is volt Wilhelm Burger személyében, aki az expedíció kínai állomáshelyein a legelső kínai felvételeket elkészítette. 这次探险活动的话，也包括了 Wilhelm Burger， 这位很著名的摄影艺术家，他的第一个中国的这个摄影作品也是在这里发生的。Az első hazai utazók között érkezett Kínába Hopp Ferenc, tehetős üzletember, optikai és fényképészeti eszközök forgalmazója.
在第一个去中国的这个旅行团当中，就有 Hope Finance 一位非常有钱的商人，一位做摄影器材的商人。 Útjain általában mindig vele volt a fényképező készüléke, és annyi felvételt csinált, hogy barátai tréfás megjegyzése szerint lefotografálta az egész világot. 他在旅行当中一直都带着他的摄像机，他做他拍的照片那么多，他的朋友都会开玩笑的说：“你把整个世界都拍下来了。” Hope Ferenc ötször utazta körül a Földet, először 1882-83-ban lépett a mennyei birodalom földjére. Hope Ferenc 在做环球旅行，他有过五次的环球旅行，第一次是在 1882年、1883年的那次旅行当中来到了中国。 Másodszor 1903-ban járt Kínában, amikor utazásai során Észak-Kelet Kínát érintette. 第二次的话，他是1903年来到中国，主要是去了东北的部分。 Harmadszor utolsó világkörüli útján 1913-14-ben látogatott el a mennyei birodalomba. 第三次的话是1913年，1914年，也是访问了中国。 A földrajzi társaság felolvasó ülésein és a földrajzi közleményekben rendszeresen közölt cikkeket és fotókat utazásairól. 在地理协会和地理的一些期刊当中，定期都会刊登他的作品。 1904. március 24-én a Földrajzi Társaság felolvasó ülésén 170 saját készítésű diavetítésével mutatta be harmadik földkörüli útját. 在1904年3月24号的地理协会的集会上，他用他的170个作品展示了他的第三次环球旅行。 Kiállításokon is szerepeltek felvételei. A fényképészek körének díszelnökeként 120 sztereófotóját állították ki 1898-ban. 他的作品也当然有在摄影展上展出过，在1989年，他作为摄影圈的主席，一共有120个作品展出，是他在环球旅行当中最美的一些照片。 Hope Ferenc emellett tagja volt a fotóklubnak is, amely tagjai között tudta Báró Ötvös Lórándot, Konkoly Tege Miklóst, vagy elnökeként Varta Vincét. Hope Ferenc 先生与此同时也是摄影俱乐部的一员，摄影俱乐部的成员包括 Ötvös Lóránd, Konkoly Tege Miklós, 以及他的主席 Varta Vince. Legrangosabb bemutatkozása kétségkívül 1908-ban az első országos művészi és tudományos fényképészeti kiállításon a Műcsarnokban volt. 他最重要的一次展示是1908年的在第一次的国家艺术与科学摄影展上的一次亮相。 Olyan neves művész fényképezőkkel együtt állított ki, mint Balog Rudolf, Mai Manó vagy Erdélyi Mór. 与此同时展出的还有一些著名的摄影艺术家，比如像巴洛克鲁多夫、莫伊莫诺和埃尔德伊莫尔。 Az 1908-as kiállítással egy időben szolgált orvosként a Monarchia tengerészetének soraiban dr. Bozóki Dezső, aki 1907 és 9 között 26 hónapot töltött a hadsereg tisztjeként a Távol-Keleten. 在1908年展出的这个同一时间，他也是作为这个共和作为奥匈帝国的医生在海军服役。Doktor Bozóki Dezső 是1907年到1909年之间，1909年之间花了26个时间在海军作为这个上校官员。 Bozóki főként a külföldiek számára nyitott kínai kikötőkbe jutott el, de a hadihajó menetrendje szerint egy-egy kikötőbe városba többször is visszatértek. Bozóki长官主要是在那些对外国人也开放的中国港口旅行，中国港口服役，但是根据这个海军的一个行事计划，很多时候他会回到一个港口，回到一个城市。 A leghosszabb időt például közel 3 hónapot Shanghaiban töltötték. 最长的时间的话，他是在上海的港口度过的。
A fotóriporter dokumentáló szándékával örökítette meg a császárság végnapjait élő Kínát. 这位摄影记者用他的镜头记录下了中国这个末代王朝的最后的日子。 Nagyon éles szemű megfigyelő volt, aki ugyan az európai utazó ismereteivel szemlélte a távoli világot, de láttatni szerette volna annak minden jellemző részletét. 他是一位非常犀利的观察者，他虽然作为一个欧洲的旅行者，用欧洲旅行者的这个视角去观察一个远东的世界，但是他也想展示其中的每一个细节。 Így jelentek meg képein a nyüzsgő utcák járókelői, a kikötők mosónői, vagy a teherhordók és a legkülönfélebb mesterségek művelői. 所以在他的照片上，我们会看到那些在拥挤的路上行走的人，那些在港口的洗衣女，以及那些搬货的工人和各种各样的手艺工匠人。 Megörökítette és a képeivel hazahozta magával Kínát Magyarországra, s minden korabeli magyar utazónál hitelesebben mutatta be a 20. század elejé Kína jellegzetes arcait. 他用他的图片把中国带回到了匈牙利，带回到他的国家。比他的照片，他的作品是最有可信度的展示了中国在20世纪初期的面貌。 1949-ben Kínában kikiáltották a kínai népköztársaságot. 1949年中国新中国成立. Az 50-es években számos hivatalos küldöttség látogatott el a távoli országba. 在50年代的时候，有非常多的访团正式去访问了中国。 E küldöttségek egyikének volt tagja Rév Miklós fotográfus, aki 1956-57-ben a Csepel autógyár mintadarabjait Kínába elvívő küldöttség utazásának dokumentálójaként lefotografálta Kína számos vidékét és városát. 在这些访团当中有一位成员叫做 Rév Miklós, 他也是一位摄影艺术家。 他在1956和57年的时候，作为中国的一个代表团的成员，在中国很多的这个乡村和城市拍了很多照片。 Szívesen örökítette meg az új Kína arcát, sok embert, időseket, fiatalokat, férfiakat és nőket egyaránt. 他非常热衷于记录中国的新面貌，不管是女人还是男人还是孩子们。 Ennek a rövid fotótörténeti utazásnak a végén jutunk el napjaink Kína járójához, Szamodi Zsolf Olafhoz, akinek képei segítségével kibontakozik előttünk a mai Kína, régi és új embereivel, a világörökségbe ágyazott jelennel, annak számos kérdésével és ellentmondásával. 在这个简短的艺术历史的这个时间旅行当中，我们最后来到桑莫迪若的中国之旅，用他的图片，我们可以看到中国旧和新的这些人，旧和新的面貌，可以看到世界文化的遗产这样的一些面貌。 Hiteles ez a kínakép, amelynek legfőbb értéke éppen abban rejlik, hiszen a fotók témaválasztásával, beállításaival és kompozícióival képes rátapintani a hagyományokra és a jelképekre támaszkodó kínai gondolkodás alfájára és ómegájára. 这些图片都是有很高的这个还原度，它的主要价值就在于它的图片的主题选择，它的图片的整体构思构架，都是可以让我们感觉到这个古老的文化的传统，它的一些象征，中国文化的思想和它的传承。 Bemutatja és érzékenyen ellenpontozza ennek mai jelenlétét, kirajzolja Kína valós állapotát. 同时，它也产生一个巨大的反差，可以看到中国现在的城市的面貌，现在中国真实的情况。 Kérem, hogy Szamodi Zsolf Oláv képei segítségével ismerkedjenek meg a 21. századi középső birodalommal, és gondolják újra ezt a hatalmas múltú és nagy jövői országot. Köszönöm, hogy meghallgattak. 希望大家通过Szamodi Zsolt的这个帮助，可以看到这个从21世纪开始，就非21世纪也很重要的这个中国文化，希望大家可以看到它美好的未来。 Ismét gongzihant hallhatjuk. Lila Bambusz dallama és a Magányosan égő piros gyertya című két szép darabbal.
接下来有请公子涵再给我们献上两个古筝独奏，一个是紫竹调，另外一个是独影摇红。 Thank you, everyone. Now I'm playing another song named 紫竹调. Végül megkérem Weik Siang urat, képzőművészt, a Vink Nemzetközi Kulturális Művészeti és Sportegyesület elnökét, hogy röviden méltassa a kiállítást. Köszönjük, hogy itt van. 最后我们邀请魏翔先生 Wink 国际文化艺术和体育协会的主席给我们致辞。 大家下午好。 Szép délután kívánunk mindenkinek. 很高兴今天在这边 看到了，上部女主的摄影展。 Nagyon örülünk, hogy újra láthatom Szamodi Zsolt Olaf fotóművésznek a kiállítását mai napon. 这个摄影展很有意义，你看在这边教堂里面举行了中国的摄影展。 Nagyon nagy fontos értéke van ennek a fotókiállításnak, pont hogy itt a Tihanyi Apátság templomában tartjuk meg most. Az előbb magyar Levente úr azt mondta, hogy nem tudja elképzelni, hogy itt tartsik a fotókiállítás, de a Jeromos atya támogatása megvalósítottuk most. Hogy Falcsi Györgyi hölgy is elmondta, hogy a fotós úrunk, a fotóművészünk több tíz évet töltött Kínában, többször látogatott Kínában, hogy elkészítse a fotókat. Zsolt先生花很多的时间和精力，还有花买了很多次的机票到中国，拍了很多的照片给大家在这里展示。那么我们在这里的朋友们。 不用去中国了，就可以看到中国的作品。Nagyon sok időt és fáradtságot vett, hogy repülőjegyet vett is, hogy ellátogasson Kínában, hogy elhozza azokat a arculatokat, és nekünk nem kell akkor olyan messzire utazni, és itt láthatjuk meg ezeket a fotókat. 所以看完展览，大家一定要跟卓的先生说谢谢他，因为他替我们省时间省钱。
Ezért mondanám, hogy a kiállítás meghetintése után mindenképpen köszönjük meg a Zsolt úrnak, mert időt és pénz is spórolt meg nekünk. Minden művész úgy gondolja, hogy a saját műve nagyon jó, sőt a legjobb. 我相信若先生也是这么觉得。 Úgy gondolom, hogy Zsolt is úgy gondolja. 匈牙利很早以前有个举世闻名的摄影家叫卡帕。Magyarország. 他的作品就罗曼底登陆是全世界人都认识的。Egy nagyon híres magyar fotóművész említeném, az a neve, hogy Kapa, és egy híres műve a normandiai partlaszállás nevezetes történelmi eseményet örökítetett meg. 大家都知道那个是非常好的一张作品. Mindenki tudja, hogy ez egy kiváló fotómű. 其实我没有觉得好，我相信若的也没有觉得好。 Igazániból én úgy gondolom, nem olyan jó az a munka, szerintem Zsolt is úgy gondolja, hogy nem. 大家可能认真看, 因为都不清晰, 因为我们现在用手机随便都拍得比他好。 Ha jobban megnézik, hogy nagyon homályos, bárki, bármilyen okos telefonnal sokkal jobb képet tudna készíteni talán. 但他为什么好? 他的好就在于他跟全世界人民, 证明了一个重大的事件。 Én, de mitől jó ez a fotó? Azért olyan különleges, mert hogy egy nagyon fontos esemény rögzített meg. 所以这个照片本身它的重要性是在它背后还有什么故事。 Ezért úgy gondolom, hogy a fotónak a fontossága abban rejlik, hogy mi van mögötte az a történet, amit elmondhatjuk. 若的这摄影展览它叫 墙幕背后的中国. Ugye ez a fotókiáltásával, hogy fal és függöny mögötti Kína. 所以一会儿大家看这个墙幕背后的中国的时候, 我跟大家先说一下墙幕背后的中国的摄影家背后的故事. Szóval mielőtt megtekintik ezt a kiállítást, elmondom a fal és függöny mögötti fotók művésznek a mögötti történetét. Mint ahogy említettük, hogy már több mint tíz évet töltött Kínában, és többször látogatta Kínában ezeké a fotóhé. 实际上那些作品 拍摄的时候我都在身边，我们都一起去中国。 Valójában ezek a fotóknak elkészítésekor én is ott voltam mellette, együtt voltunk Kínában. 我们很多年了一直在做两个国家之间的摄影家的交流，我们把匈牙利的摄影家带到中国去，把中国的摄影家接待在匈牙利，带到匈牙利各地。 去采风去创作。 Több évet töltöttük azzal mi ketten együtt, hogy a Kína és magyar fotóművészeinek a csere programjait, a kommunikációit támogassuk. Fogadjuk itt kínai művészekkel Magyarországon, illetve elviszük a magyar fotósokat is Kínában, hogy látogasson el és utazzon körül. 我们的任务不是在拍，不仅仅在拍摄作品，在创作，而是我们 把中国的文化带到匈牙利来，把中国的今日生活带到匈牙利来，也把匈牙利的今日生活和现实带到中国去。 A feladatunk szerintem nem csak az, hogy a fotóalkotásokat támogassuk, hanem hogy tényleg a mai kínai valódi arcát hozzunk el Magyarországra, illetve Magyarország arcát is elviszük Kínában hasonló területekre. 我们在中国展览匈牙利题材的摄影作品，在匈牙利展览中国的题材的摄影作品。 Ezt úgy tesszük, hogy Kínában magyar témájú fotókat mutatjuk be, illetve Magyarországon kínai témájú fotókat mutatjuk be a közönségnek.
所以我们一直在做这个两国之间的文化交流，就是说让更多的中国人了解匈牙利，更让更多的匈牙利人了解中国。 Magyarán azt mondanám, hogy a két ország közötti kulturális kapcsolatot folyamatosan támogatjuk, hogy minél több magyar megismerje Kínát, illetve minél több kínai ember megismerje Magyarországot is. 今天我们看到在这里，这个修道院院长为我们中国和匈牙利的友谊做了很多的贡献。 Szeretném megköszönni a Romos atyát, hogy a kínai-magyar baráti kapcsolatot támogatja. És köszönjük a magyar kormánynak, a magyar külminisztériumnak is, hogy támogatja ezeket a... És a kínai nagykövetségnek is köszönjük, hogy mindenképpen támogatja a kapcsolatunkat. Illetve én ugye a WINK egyesületnek az elnöke vagyok. 我们跟做的两个，也一直过去一直在做两国之间的友谊文化交流，今后也会这样做。 Az egyesületünk folyamatosan a két országnak a baráti kapcsolatot támogatja a múltban is, illetve a jövőben is folytatni fogjuk ezeket. 我们今天看到了在这里，这个古老的教堂里面，修道院里面。 有中国的摄影作品展览，还有中国的明月，还有很多的两国的朋友聚集在一起。 Mai napon itt ebben a nagy múltú templomban, apátságban láthatjuk kínai fotókat, illetve a kínai hagyományos hangszer kúcsön. Összegyűlünk mind kínai és magyar barátok. Ezért még egyszer szeretném megköszönni mindenki, aki eljött, megköszönném a Jaromos atyát, a Tihanyi apátságot, köszönjük a magyar kormánynak, illetve a nagy kínai nagykövetségnek is. Istent is. Köszönjük. Isten segítségével tudjuk ezeket megrendezni. Köszönjük szépen. Köszönjük itt a Magyar Honvédség Veszprémben állomásozó légierő zenekarának a szolgálatát, a kínai és a magyar himnuszt, és zárásként még magyaros dallamokat hallgatunk meg örömmel. Köszönjük szépen! Igen. Thank you.
Menjünk. 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 Menjünk.